Charlotte Bexley sose gondolta volna, hogy egy nap olyan fájdalmai lesznek, hogy nem tudja ellátni a családját, és nem tud segíteni férjének éttermeik vezetésében. 2010-ben történt, hogy a jobb oldalam fájni kezdett. Az akkori orvosom elküldött röntgenre, vérvizsgálatra, de semmit sem találtak. A következő években a fájdalom és a fáradtság érzés rosszabbodott. Végül kiderült, hogy Lyme-kórban és májgyulladásban szenved. Az orvosok elkezdték kezelni, fájdalomcsillapítókat kapott, de semmi sem segített. Minden nap úgy éreztem, hogy meghalok. Szó szerint haldokoltam. Fájdalmaim voltak, fáradt voltam, nem volt energiám. Csak ültem, vagy feküdtem. Próbáltam felkelni, söpörni, vagy törölgetni, főzni, tenni a mindennapi dolgokat, amiket megszoktam. De nem ment. Reggelente úgy indultam el, hogy tudtam, fájdalmak közt hagyom ott. Kezdtem elveszíteni a reményt, de ő sose adta fel. Ő végig kitartott. Mert néhány dologtól még a fájdalom sem tántorította el. Az imádkozást sosem hagytam abba, és a Biblia olvasást sem. Valójában közelebb kerültem az Úrhoz, mint valaha. Megtanultam, hogy nincs másom, csak Jézus, és csak rá van szükségem. De a közel 5 éven át tartó krónikus fájdalom után már imádkozni sem tudott úgy, ahogy megszokta. Nem tudtam letérdelni. Csak feküdtem a heverőn, és sírtam. És Istenhez kiáltottam, olyan erős fájdalmam volt. Amikor az embernek ilyen hatalmas fájdalmai vannak, csak az Isten az út. Charlotte tudta, hogy csodára van szüksége, ami az egyik kedvenc műsora a 700-as klub nézése közben meg is történt. A hűtőnél álltam, mikor Terry azt mondta, valaki már egy jó ideje májbetegségben szenved, de Isten meggyógyítja most, dicsérje őt és vegye át a gyógyulást. Azonnal felemeltem a kezem, Istenem, ez nekem szól, tudom, megvallom, hogy meggyógyultam. Folytatta az imádkozást és hitte, hogy Isten meggyógyította. Lassanként megszűnt a fájdalom. Egy reggel felkeltem, és nem éreztem fájdalmat. Na hát, milyen jól érzem magam. Ez volt az első alkalom 4,5 év után, hogy nem volt fájdalmam. Ez körülbelül 1 hétre rátörtént. Újra megvallottam, hogy az Úr meggyógyított akkor, amikor Terrivel imádkoztam. Isten meghallgatta az imánkat, és válaszolt. Isten a gyógyítónk. Egy nap rám nézett, és azt mondta, Isten meggyógyított, és tényleg így volt. Egyszer csak minden visszaállt a normális kerékvágásba. Charlotte meggyógyult a Lyme-kórból, és már nem szed gyógyszereket. Semmije nem fáj, és élvezi a családjával töltött időt. A Lukács 18:1-en keresztül szólt hozzám az Úr, még beteg voltam. Mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Bármin is megy keresztül az ember, bármilyen nehézségen, viharon, körülményen, Isten velünk van a viharban, és soha nem hagy el.